Hol a cigim? ja az elektromos cigim. Megvan. Sziasztok. <hállal> Ha-ho! Hello. Hello. Ha ho Ha-ho! Ha-ho! Ha Halljátok Kesúdiót. kiszűcs. Pótcselekvés. Igen, most a pótcselekvés fázisban vagyok, és ülök a gép előtt kesudiós zacskóval előttem, és azt ropogtatom, meg a narancslevet emelgetem. De azért így el tudom képzelni ezt a kesudiós zacskót, így a málna mennyiségből kiindulva, tud, ismered Krisztián azt a vászonzsákot, azt a 80 kilósat, és így rá van kecsételve. Hmm. Made in Columbia, nem, és tele nem. van keshub Nem, nem, nem. <laughs> Egyébként pont most estem be a vásárlásból, ahol szintén megint összefutottam, már csak Tibikének kell, hogy hívjam az üzletvezető helyettest. Úgyhogy vele beszélgettünk kicsit az élményeimről a héten, meg hogy hülyetek haza, mert ez nálunk mindig mostanában tendencia, hogy bevásárlásból beesés és úgy podcast. Úgyhogy hát most kicsit érdekesebbek a napok. Na de veletek mi történt? Krisztián, most, most, az egyszer, megfigyeltem Krisztián így sunyít. Most az egyszer te kezded. Ö, velem az Ö, történt, de... hogy az X-Window valamiért lefagyott, és ezért nem tudok váltani az ablakok között, úgyhogy meséljen valaki második, megpróbálom megszerelni. Mi van? Lefagyott valami, ami nem fagyott volna le, hogyha tudod, újraindítja a gépét a podcast előtt, de neki sok ablakja van nyitva, mert csak ő fejleszt, mi nem. Na, úgyhogy beszéljünk, hogy veled mi történt, Fifika. Hú, én a Liquid Regisztrációs Challenge-ben... A... Vagyok, még mindig, és uh, nem látom a fényt az alagút végén, basszus. Hol regisztrálsz éppen? Uh, uh, tehát uh, ugye azt tudni kell, hogy uh, ahhoz, hogy uh, hogy be tudjál regisztrálni, ahhoz kell egy, uh, egy aránylag komplex laborvizsgálati csomag amiben van toxikológia, van TPD kompatibilis kas számokra való megfeleltetőség, van külön PGVG nikotin vizsgálat, és, ja, és van külön egy, egy, egy ilyen egész, tehát ez ilyen kibaszott pontosan megvan, egészségre káros szennyező anyagok kimutatása. És hát most ott tart a challenge, mert ugye négy vagy öt helyről kértem be árajánlatot. Most ott tart a challenge, hogy likvidenként ilyen ezer euró néz ki. Az... Az így baráti? Az úgy azért elég korrekt az úgy, tehát nem a 475 ezeren rugózunk már, érted, hanem hogy, hogy mi van? <laughs> Ez hihetetlen. Tehát azt, amit egy, <coughs> egy, dohánykereskedő, tudod, a, a vágott dohányt, tehát a, a töltikézőt, meg a sodró dohányt, meg izé, azt nem kell bevizsgáltatni. Érted? A szálas cigarettát kell szállanként bevinni, van rá magyarországi labor, sallala, sallala, beviszed, kifizetett szavasz, ennyi. De itt, öcsém, hát ez valami elkép, komolyan, tehát én már írtam is valakinek, hogy hát te figyelj már, hát nem gyógyszert akarok regisztráltatni, szép öcsém. Hát ho, álljunk már meg egy szóra. Hát ez borzasztó. úgyhogy... Jó, a, a borzasztóra eszembe jutott egy, egy heti cikk, de mondjad? Úgyhogy, hát ennyi, ennyi. Tehát ez a éjjelem, nappalom, uh, mindenem. Most e körül forog. És a költözködés uh, logisztikája. Ezért. Uh, hívtalak téged vezetés közben, mert abból sem voltam biztos, hogy te itthon vagy, tehát nem, nem tudtunk egész héten beszélni, mert annyira nem volt időd neked sem, meg nekem sem, és nem tudtam, hogy most akkor lesz ma podcast, nem lesz podcast, mi lesz ma? Mi lesz hála ma? Istennek. Adtok eltekintve, hogy Krisztiánnál a már meglevő tíz éves technika nem lett beüzemelve, de ja, sikerült megoldani az ablakváltást? Ugyan. Sikerült, sikerült. Zsír. Újra rúgtam az X-et, úgyhogy minden klufi. Ó, remélem ott lesz egy hatalmas nagy lag. Nem, semmilyen lag nem lesz pont az a ezt jó, mondod. a Linuxos felület nem volt jó. Hát a... A, 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 a windows az nem érdekli. Közben. Igen. A távirányítóm nem működött, Közben. minden más működött. Átvált konzolba, process lista, kikill, minden. Azt tudtátok, hogy a, a NAV adott ki... Közleményt a likvid forgalmazásról? Nem. Előtte várjál, okay. meg kéne állnunk egy perc néma csendre. Akko, akkor ezt át, át fogom küldeni. Előbb beszéljük ki, hogy kivel mi van, és utána megállunk egy perc. Néma Remélem csinál. azért hallotok engem. Te hallott, Krisztián, hogy mond valamit a csár? Mi ha van a, a Le Leszakadt? <há> Nem tudom, ketten csináljuk a mai adást, vagy mi van? Szerintem Sót igen, jó. ő csak, ő csak idejött... Még azt hallottam, hogy mondta, hogy kesudió jó, és elköszönt. <laughs> Igen, amit a Pincés Tibi intézett New Palace de nem. Egy perces néma csend. Ugyanis. Hát ez kis színes hír, hogy ö, Lázár igazságbajnoka ö, megszüntetett négy minisztériumi háttérintézményt, és belekerült a szórásba a nefi. Hello! Úgyhogy ilyeneken mosolyogtam, akik egyébként természetesen jogutódlással szűnnek meg, tehát nem, nem olyan fennékig tej fel nekünk a leves, mert hogy a járási hivatalokhoz kerültek, de ezt majd kibeszéljük adás közben. Ja, 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 kis színesben nekem erre van reflektálni való. Viszont történtek durvább dolgok a héten, azért sajnos. Tényleg meg kell emlékeznünk a, a, az olaszországi busz tragédiáról, mert hát az, az épésze felfoghatatlan, ami ott történt. Nem is tudom, nincsenek szavak rá. Hát igen. Így, így valahogy, igen. Mondjuk nekem ezzel kap, kapcsolatban a, a. De szerintem ezt, ezt mikor beszéljük ki? Most hát vagy késő? Amikor akarjuk. Oké. Okay. Tehát, uh, ugye <tört> történt egy sajnálatos uh, buszbaleset, és uh, hihetetlen módon reagáltak a, az, az emberek. Tehát én a Facebookon olvastam, gyerekek olyan kommentet, hogy azt hittem, hogy elsüllyedek komolyan. Én ilyenekben nem futottam bele, mi volt? Valaki nyilatkozott, valamelyik túlélő most engem két dologgal lehet kihozni a, a sodromból. Az egyik az, amikor az embert származása szerint próbálják meg, nem is tudom, bizonyos polcokra helyezni. És hát ott nem is tudom, azt írta a kommentelő, a, valaki megosztotta valamelyik ismerősöm a, ennek a gyereknek a, a nyilatkozatát, vagy nem, azt se tudom, hogy ki volt, mert tényleg meg se néztem a videót, annyira föl ö, idegesítettem rajta magam, és kommentelő aláírta, hogy, hogy nézzétek már, milyen zsidó feje van, miért nem haltak meg mind, Ezért, mi van? Épp eszű, épp eszű ember ilyet Ebben a, a, a tragikus helyzetben ki nem kommentelne? Érted? Tehát lehet, hogy ő ezt gondolja magába, vagy így, így nőtt föl, hogy ilyen zsidó-cigány-arab radar van a fejébe, és így ö, genetikailag tudja azonosítani már a, a kinézetéből. A, a genomokat. A, a genomokat, ugye, annak idején a a nácik erre e, na, tényleg nagyon komolyan foglalkoztak azzal, hogy, hogy föl lehet ismerni a zsidót, az óra, fül, a, nem tudom én, az arcberendezés, meg egyéb dolgok alapján. És, és engem, tehát mondom, ez az egyik, amivel hihetetlen módon ki lehet akasztani. A másik, amivel hihetetlen módon ki lehet akasztani, az meg az álságosság. És, és én most ezt, ezt, a két jelenséget vettem észre, az egyik az, az, álságosság volt, direkt, ha nem mondom, hogy milyen oldalról, milyen részről, és, és hogy hogy, a másik meg az, amikor az, az emberek ebben a tragédiában még képesek két lapáttal a, a, az egyébként is szomorú tény alá, még két lapáttal bedobni egy, egy ilyen borzasztót, hát mondom, szóval hihetetlen, hogy hogy mire képes az emberi uh, faj egyébként, és akkor hagyj csak én is, de ez az engem teljesen uh, padlóra uh, küldött. És ez, ez volt a legdurvább, de a legszerény a, a, a következő fokozata ennek a, a sztorinak az, amikor valaki kikommentelte valakinek a valamiét, mert, mert ő most a megmondó ember, és akkor ezt így és a Facebookon keresztül természetesen, amit amúgy magában a kommentben is köpköd, hogy Miért van az, hogy itt emberek lecserélik a profilképüket, meg izé, meg nem tudom én. hát nem az ő rokona, meg nem az ő hozzátartozója, meg fú, meg hű, meg... Ja, a... ezt én is olvastam. Egy, együtt hmm. érzés a köbön. Ez valami ilyen igen, igen, volt, nem? Igen. Uh, én nem... Te, Charlie, tényleg nem tudom, hogy hol olvastam. Csak uh, nagyjából a, a háromnegyedét el, elolvastam ennek a a, a hozzászólásnak, és... Uh, és engem, engem konkrétan, én nem cseréltem le a profilképemet, én nem osztogattam meg semmit, én azt gondolom, hogy a, a részvét és az együttérzés az alapvető emberi tulajdonság. Hogy ezt a Facebookon teszed, hogy ezt magadba teszed, hogy bárhol teszed, de hogy benned van, az, az teljesen rendben van. Emlékeztek a Charlie Hebdo-ra akkor én is lecseréltem a, a profilképemet, mert azt gondoltam, hogy, hogy ez egy teljesen megdöbbentő eset, hogy egy karikatúrist, még, még, ha olyanok is voltak, ugye ezt is annak idején százszor átbeszéltük, de, de hogy azért, mert valaki rajzol, azért ilyet nem lehet vele megtenni, és, és ez Teljesen kiakasztott, de mondom, ez egy finomabb, ez a hétköznapi fasizmusnak egy finomabb válfaja volt, mégsem olyan otromba és bunkó, mint a másik, de, de akkor is kiakasztott, érted, hogy, hogy hát legalább azt a, azt a kis együttérzést hagy mutassa már ki, tök, még egyszer mondom, tök mindegy, hogy hol. Tehát, érted, ha valaki mit tudom én, kitűz egy fekete szalagot a hajtókájára, mert így akarja kimutatni az együttérzését, akkor akkor így mutatja. Ez ki. rendben is tehát van. Társas lények vagyunk. tehát Ez az, rendben van. Az én alapvető túlélésünknek a, a, nem is tudom, az alapja az együttérzés. Tényleg nem tudom, hogy hallasz, -e, mert sose reflektálsz rá. Tehát, hogy én... De hallak, csak Aha, még mondtam, jó. amit akartam. Nem, ott előtte valamit elkezdtem. Szóval, hogy igen, ez fura volt egyébként nekem is, hogy, hogy én én csak arra, hogy Préfor színyei erre változtatta meg, mert egy ismerősöm egyébként, de hogy ö, megváltoztatta, mert neki voltak ott, ö, ő oda járt egyébként, és ismerte a, a, az egyik tanárt. De ha nem is ismerek ott senkit, akkor is bele tudok empatikusan érezni a helyzetbe, hogy, hogy például az a testnevelés tanár, aki aki úgy sok-sok embert kimentett. És, de viszont neki mind a két gyereke ott égett a buszon. Ha másban nem, ebbe belegondol az ember. Vagy abba, és, és, elborzad, hogy, hogy nem az ütközésbe hal bele valaki, hanem szimplán egyszerűen bennék a buszban. Belegondolni is szörnyű, hogy élve elégsz egy buszban. Hát ilyenért, aki ebben nem tud belegondolni, vagy, vagy, vagy ezt nem tudja fölfogni, vagy én nem tudom, hogy hogy fogalmazzak, annak nincs a helye az ismerőseim között. Tehát ennyire legyünk már társas lények. Egyébként szerintem. Őrületes. És a másik ellenpélda, ugye, hogy milyen szinten összefogott nem csak a magyar társadalom, hanem, hanem az olaszok is. Szállásokat adtak a családoknak, a telefonszolgáltatók ingyen beszédet adnak a családoknak, a taxitársaságok ingyen kiviszik őket. És M plusz egy dolog, amiről még nem tudunk, de összefogott mindenki. Egyébként, ö, hogy hívják? Ferenc Pápa? Igen, igen, igen. Francis igen, igen. Pope is megemlékezett és, és ö, imádkozott értük. Tehát borzasztó lehet. Döbbenetes. És aki, aki ebből az meg ö, tényleg ö, kettő három 5 komment után a zsidózásnak öt ki, hát nagyon irigylem, hogy ez a leges, legfontosabb Télek. problémája, és hogy Télek. hogy lehet bekötve az agytekervénye. Bődületes. Nem, nem, komolyan nem tudom megérteni. Erre tudnék mondani egy mai, két mai problémázás, de ezt majd egy kicsit később, mert még ott tartunk, hogy mi történt. A héten. Velünk. Na, egyébként még mi történt veletek? Jó, itt ez a nagy beszélgetés a buszbalesetről kiradírozta a fejemben, ami történt velemet. De komolyan, nekem még eszembe jutott szörmentén a... Az meg van em, meg, az ablak, csak már a fejed nincs meg. Nekem még eszembe jutott a téma kapcsán, ugye a, az Emmis kedves Balogh Zoltán miniszterünk, emberminiszterünk elképesztő böszme szóvice a tűzkerességről, az se volt egy egyszerű dolog, az is, az is föl, fölfér a uh, dobogós hát az, az listára befej. a gyökérségek között. Azt te hallottad, Fifika? Hogyne, persze! <haz> ez, az, az, <haz> nem tudtam eldönteni, hogy ez most zsigerből hülye vagy, vagy csak nem, nem gondolja át a szavai súlyát. Hát tudod, volt uh, MSP s képviselő, és aki a bekapcsolt mik mikrofonnál a holokausz napon viccelődött a, a nem is tudom, zsidókkal, és akkor uh, elszólta ott magát úgy, ahogy nem kellett volna. De, de ez tudva, tehát... Uh, Érted? Itt tudta, hogy be van kapcsolva a mikrofon, de azért ezt a poént halálfapofával kilőtte magából. Nem, tényleg így meg kéne tőle kérdezni, hogy ne haragudjam már, tehát így mire gondolt? <laughs> tehát, hogy ez így jó pofa vagy, vagy... Bele se gondolt szerintem, nem, nem ment át az agyán. Hát ő csak olvasott valamit. A szavaknak... Nem, nem, ez a saját. Nem, épp az, hogy nem olvasta, hanem az egy kötetlen uh, dolog volt. Nem is értettem, hogy miért, miért veszi ezt most elő. Oké, okay, hogy újja, nem tudom én kinek a vezetője, de hogy ezt miért kell összehozni a tűz, tűzkerességgel, érted? Hihetetlen. Krisztián, eszedbe jutott? – Eszembe jutott, kérlek szépen, túl sok minden nem történt velem a héten, fölmostam, ez volt az egyik, és ez ritkosság számban megy nálam, azért érdemel. Most így próbáltam vizualizálni magamba a történetet. Krisztián fölmosott. De Bezott. kit? De kit? Kit, kit kellett fölmosni Krisztián? – A padlót, a padlót kellett fölmosni, kérlek szépen. És milyen fölmosótok van? Linuxos? Nem, nem. Ilyen, ilyen furi, nem tudom, hogy Vileda vagy, a fene tudja, hogy milyen. Pörgetős? Nem a pörgetős, nem hanem amit össze lehet hajtani, mint egy könyvet, Hú, és akkor könyv az, de szar az, desz, az nekem, de szar, az de az de Nekem egész jó volt, és ilyen gömbcsuklós nyaka van, mindenhova bele, lapos gömbcsuklós nyaka, és tehát egészen Hát ezt úgy el akarnám Csmal. felejteni most ezt az utóbbi két percet. Nem tudom, menni fog-e. A, bi a bite Csálite, eltar... mikor most áll föl utoljára? Hát, Talán a honvédségnél. Azt mondott te, aki még katona se volt. Na. Hát, na. Hát, föl tudnám sorolni, számos pillanat volt az életemben, amikor fölmostam, de az utóbbi... Idén még nem mostam föl, na. Ez legyen a PC hát válasz. Én már igen. <gül> <gül> ja. És akkor ezen kívül, kérlek, szépen még hurt cseréltem a hegedűmön. Ez volt még egy ilyen grandiózus kiugró pillanat. <laughs> micsoda píkek, Krisztián! micsoda píkek? Elkopott a húrod, vagy mi, mi volt, Krisztián? Elfárad ez egy idő után. Hát ugye fémből vannak, ezek rengeteget szegény. De szar. Figyelj már, van itt Má nálam... szól tisztán egy idő Van itt nálam, nálam 26 per 32-es A1-es kantál. Esetleg ha ezt behúzzuk, megnézhetnénk, hogy szól. Ó, oh, nem ilyen. Pont most egy egyen jobb húra cseréltem, mint amit előtte használtam, és ez már rendkívül szofisztikált volt, például szintetikus bél ezüst bevonattal. A G-húrom az ezüst bevonatos, meg ilyenek, úgyhogy ezt már nagyon komolyan gondolták. Kulák húr. Charlie, Charlie Abszont. ezen gondolkozzunk már. -e? Tehát a szintetikus bél az miből készül? Műanyag disznóból? Vagy, vagy mi? Igen. Malac perseiből. <laughs> hát ezt nem tudom elképzelni, milyen az a szintetikus bél, de komolyan. <laughs> szintetikus Christian, bél. Igen? Mondd már el, milyen az a szintetikus bél, az meg mert álmatlanul fogunk fetrengeni. Nem arra a bélre kell gondolni, ami a, 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 az emésztőszerzsentszerednek a végső Tehát a magja, akkor így mondjad, hogy a magja. Szintetikus igen, magja. Igen. A, a. Szintetikus mag, igen. Oh. igen, igen. A kór. Hmm. Bélés, szintetikus bélés mag, ezek így. Igen, és jól, jól elkaptad, kornak hívják egyébként. Hát mi nagyon. az, hogy jól elkaptam? Tudtam. Ha ezt mondtad volna, akkor azt mondom, Krisztián, egy nyelvet beszélünk. Hát de várj, egy Krisztián, <coughs> ezt beírhatom én is a naptáromba, mert akkor egy gyorsan piros betűsre ráátállítom, hogy Krisztián húrt cserélt a héten. Nyugodtan. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Sőt, ha megjegyzed, azt megköszönöm, mert sosem tudom, hogy mennyi ideje van fönn az új húr, én mindig elfelejtem fölírni. Tudod, mit kéne neked? És... Fifikánál biztos van ez, mint ami régen a Trabantban volt, hogy mikor kell olajot cserélni egy ilyen kis tekergető, és akkor azt beállítanám neked. Mikor kéne a következő húr? Húrcsal... Mi mennyi ideig bírja a húrod? Hát ez megint minőség kérdése. Az eddigi húrjaim azok valahol 6 és 9 hónap között adták meg magukat. Általában mindig az egyik húr kezd el, sőt rendszerint az A húr kezd el e, már ilyen kettős hangokat produkálni. És, és akkor nyilván az egész garnitúrát cserélni kell. Úgyhogy ez, ez most már majdnem egy éve bírta ez az előző, úgyhogy az egész egész jó, jó menet volt. Na de majd az új, most majd kiderül. Gyönyörű szépen szól egyébként pont az adás előtt egy kicsit megtekergettem. Nem lehetne, hogy egyet kell. így belehúzzál a, a vonóval, hogy mi is megtapasztalhassuk? Hát két szobával arrébb van. Hú, a, a, a kulák lakás. És akkor rólam beszélnek hogy kulák vagyok. Két szobával arrébb, meg ezüst bevonatú húr, meg egyáltalán hegedű, hú, paszki. Egy meg, korakul. ilyenkor általában még az első egy-két napban folyamatosan ereszkedik, úgyhogy mindig utána kell hangolni, úgyhogy ha én most azt meghúznám, ami most így a, a, kis gyakorlás után van, az nagyon csúnyán szólna valószínűleg, úgyhogy ettől most tekintsünk el, de jövő hétre rákészülök idehozom, és akkor nagyon jó. nektek valamit. Na zsír. Hú, ennyi volt, Krisztián. Ő, ja, nem, 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 képzeljétek el, ma levelet kaptam live a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézettől, illetve hát az ügyvéd úrtól, aki őket képviseli, megszülte a NEFIA beadványát, az én beadványomra, a beadványára, ez az a hosszú-hosszú lánc, a beadvány beadványára, beadott beadványra, válaszoló beadványnak a beadványára. Tehát szóval valahol itt tartunk amit az én előző beadványomra reagáltak ugye a jövőjét csütörtöki pert illetően, úgyhogy hogy-hogy nem kénytelen leszek megint én is reagálni, úgyhogy könnyedén előfordulhat, hogy a jövőjét csütörtöki tárgyalás megint halasztásra kerül emiatt. Hát itt aztán minden van, minden van, srácok. Itt, itt megint leporolták, és még sokkal tetszetősebb szemszögbe állították, hogy én miért vagyok a dohánylobbi embere, és, és ilyenek. Előkerült most már a Tarsolyból a WHO mellett a, a, a teljesen elmebetegségeket magyarázó Murphy Surgeon General. Krisztián? És igen. Mm, egy mondatot, egy mondat részletet felolvashat, kiragadhatok egyet abból, amit írtál a közösbe? Ö, nem vagyok benne biztos, azért próbálom én is inkább a lényeget összefoglalni, és nem idézni, mert ugye direkt megkérte a, a jogi képviselőjük, hogy szó szerinti idézet ne legyen, mert ez az ő szellemi termékük, úgyhogy igazából maga az állítása. Tehát a akkor az, az a három, ha én kimondok három szót, akkor ö, az az ő szellemi terméke le van védve, bassza meg az anyját. Nem, Ugyanabban... hát három szót nem, de egy te teljes mondattól. Ja, nem. Azért tartózkodjunk. Csak nekem azt tetszik, hogy megállapíthatóan velünk konfrontálódik. Igen, igen. Csodálatos. Igen, Krisztián úgy föl kell ma, és reagál. azt mondja, hú, ma kedvem valakivel konfrontálódni Konfrontálódni kéne. ma még nem konfrontálódtam. Nem jut eszembe semmi. Veszem a kis lapozós könyvemet, azt, mint a gyerekeknek az a vastag, összenyálaszható műanyag bevonatú. Ma kivel konfrontálódjak? Állami biztosító? Nem. És akkor így ABC-be haladok előre. Eg egészen, egészen bizarra dolog, és hát nyilván jár az agyam, és elkezdtem összeírni a válaszomat, de hogy ez azért még néhány nap, mire kiforja magát az egész, de most már úgy nagyon elkezdtem gondolkozni rajta, hogy hogy, hogy ügyvédhez forduljak, és körüljárjam a kérdését, mert ez már így, így nagyon durván kezd becsületsértés felé elmenni, csak nem nagy nyilvánosság előtt. Ugye az a nagy különbség, hogy az én konfrontálódásom, ami nem tudom mi a konfrontálódásom lényege, valószínűleg az, hogy kritikákat fogalmazok meg a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet szakmai tevékenységével kapcsolatban. De hát az, ahhoz hogy meg jogunk van, ugye? Egy, egyfelől jogunk van, másrészt ti is tudjátok, hogy én ezt kínosan minden egyes alkalommal a vonatkozó ö, tudományos kutatási eredmények idézésével, belinkelésével együtt teszem. Tehát szerintem nem igazán volt olyan mondat, ha csak nem hirtelen felindulásból valami csúnyát nem mondtam. Nem igazán volt olyan állításom velük kapcsolatban, amit a tudományos tények ne támasztanának alá. Ezzel szemben a másik oldalon ott van, hogy képtelenség egy rohadt szót is kiúzni a nefiből, tehát be kell őket perelni ahhoz, hogy egyáltalán bármiféle információs hozzájussá, hogy ők milyen alapon állítják azt, amit állítanak. Itt van egy ilyen kis hangyányi különbség a, 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 két oldal kommunikációja között, de egy, egy kicsit kezd fölmenni bennem a pumpa ezekkel a, a, az aljas szemét vagdalkozásokkal, hogy, hogy én a dohány lobby érdekében tevékenykednék. Tudod, e, mi az érdekes, hogy a, na. a, az, az, az a látszat, hogy hogy aki Elcigivel foglalkozik, a dohánylobbi szekerétója, az teljes mértékben nekik köszönhető, miután összemosták az Elcigarettát a dohánytermékekkel. Pontosan, pontosan. Azt kellene nekik mondani, ez ragadt meg az én fejembe is, hogy ha ezt mondják, azt mondani nekik, hogy te tehetsz róla, bazd meg. Nem, nem hát lőttetek, egyébként igen. Nem lőttetek nagyon messzire, mert a kis jegyzeteim között ezt is fölírtam, hogy azok után, hogy közös jogszabályi környezetbe erőszakolja a nefi az elektromos cigarettát és a dohány termékeket, utána ránk mutogatni, hogy na no hát, no hát, ezek együtt próbálnak érvényt szerezni valamiféle hogy hívjáknak, érvénynek, másik, hívják. megy fölben a pumpa, bocsánat hogy ez ez, ez ez a pofátlanság csúcsa tehát mi Te így tényleg na mindegy. Szóval ez aztán ugye érdekesebb vonalra is mentek, többször leszögezik, hogy az ügy szempontjából jelentéktelen, de azért erőltetik a dolgot, hogy, hogy most már az amerikai tisztifőorvos is azt mondja, hogy jelentősen nagy számú fiatal elektromos cigarettázik úgy, hogy korábban sosem dohányzott, mint tudjuk, ez ezrelékekben méretű ez a jelentősen nagy szám, a nefi saját számai szerint is, és mivel én, aki kizárólag az ártalomcsökkentés eszközének állítom be az elektromos és mivel az elektromos cigarettának nem nulla az egészség kockázata, ezért azoknak a fiataloknak és azoknak az embereknek, akik korábban soha nem dohányoztak, de elektromos cigarettát használtak, egyértelműen nem nevezhető számukra ártalomcsökkentésnek, hiszen ők a nullához képest elektromos cigarettáznak, és ilyen, ilyen vadregényes irányokba megy el a, a, a Nefi. Plusz az összes többi szokásos hülyeség, hogy mennyire baromi, nehéz megkeresni egy dokumentumot egy, egy Winchester-en, és ez, de erre ne is mondjuk. Ez volt a csúcsa igazából ennek a, a, az egész új dolognak. Megdöbbentő, egész egyszerűen megdöbbentő. Úgyhogy lesz, lesz, lesz mit firkantanom a héten még a, a jövő heti bulihoz. Nagyjából ez történt velem a héten. Ha holnap kérdeznétek, akkor már túl lennék a negyedik interjú körömön, de mivel ma van, még nem vagyok túl a negyedik interjú körömön, úgyhogy ez majd egy jövő heti. És azzal hogy, mert lesz egyébként? Hát most lesz a három, harmadik, utána a negyedik, mert most itt egy néhány hét kiesett az ünnepek kapcsán, aztán szabadságra ment az illetékes úriember, aki az új team vezetője lenne majd. Úgyhogy így néhány hét kibudjon, pont úgy állok, mint hetekkel ezelőtt, nem, nem, tudok többet, pont a holnapi beszélgetés De azt mond lesz, már hogy rá, ilyen, el, hogy hány a, kör van még? Elvileg, a, elvileg kettő van még. Tehát a holnapi, és aztán azon kívül el, még egy. Elmentek a ti a faszomba, tehát ez nem állás interjú már. Szerintem valakinek tetszelte ott maximum, mert hogy bazd <laughs> hogyha, hogyha, valakinek, valakinek munkavállaló kell, mert van egy új csapat, vagy team, vagy program, vagy anyám, micsoda, akkor az baz meg kell. De ez már hónapok óta húzódik, tehát már lassan három hónapja. Tehát ez, ez milyen munka lesz, baz meg? Milyen tím lesz ez ahol ezek így, így beleférnek, hogy hát két hónapig még most nem veszünk föl, de már tudjuk, hogy körülbelül mi lesz majd, de még azért. Még nem, még lesz még két kör. Igazad is lehetne, de ez nem ennyire egyszerű, Csárli. Egyébként ők is tisztában vannak vele, hogy egy kicsit nehézkes a, a felvételi folyamatuk. De hogy alapvetően én egy másik pozícióra jelentkeztem, viszont a, a kvalitásaim, vagy a kvalitásaim hiányában, erre még nem tudom a választ, azt találták ki, hogy hamarosan indítanak egy másik csapatot, ami valami x dologra fókuszál, meg én sem tudom, mire fókuszál. Krisztián, hol... én nem akarlak Igen? le... Lombózni, de ná nálam ugyanez volt. Elmentem, behívtak, egy tök más pozícióra kerültem végül is, és ez egészen pontosan plusz egy körrel volt több. És az egész nem, várjál, egy, három kör volt. Tehát ezért nem értem én ezt a, még egy kör, még egy kör, még egy kör, még egy, még egy nem, kör, ez még, egy, még egy Nagyon kör. egyszerű, nagyon egyszerű, Charlie van egy házi feladatkör, van egy recruiter, tehát HRS kör, van egy szakmai kör, ugye ezen a hármon vagyok túl, a negyedik kör az menedzser euh, interjú, tehát a majdani főnökkel egy interjú, és az ötödik pedig próba munka közösen, hogy mind a két fél lássa, hogy tényleg beilleszkedik-e a videó. Ne, nem egyszerű, és... Hát, hát euh, misztifikálod ezt a Egyébként meg, bazd meg, tényleg figyelj rá, ne alsógatyába. Tehát az, szeretnék látni, hogy hogy dolgozol, nem alsógatyában kóderkedünk. <laughs> nem, de szóval ennél azért az én esetem most ebben a helyzetben valóban jobban megcsúszott, mint az eleve nem túl pörgős recruitment folyamat tartott volna, egész egyszerűen azért, mert tényleg annyira képlékeny volt még, hogy mivel fog foglalkozni konkrétan a, a, a majdan induló csapat, hogy még azt is ki kellett találniuk, ráadásul az ünnepek környékén, hogy akkor konkrétan kivezesse azt. És nyilvánvalóan, amíg nincs meg, hogy ki fogja vezetni a csapatot, addig nincs meg az az ember sem, aki menedzser interjút fog tartani. Aztán utána, ha ő elmegy szabadságra, még nehezebb. Tehát ha úgy szemléled, akkor igen, egy kicsit sokáig húzódik, de, de, de én látom benne a, 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 rációt, hogy miért húzódott ennyi ideig. De se baj, holnap most már egy fokkal többet fogunk tudni. Úgyhogy velem ezek történtek. Cool. Ez szinte hihetetlen. És Charlie, veled mi történt? Hát épp azt akartam mondani, hogy hogy valaki kérdezze már meg, mert ez hülyén jön ki, hogyha mindig én mondom, hogy az velem az történt, hogy, de hát még ö, évek alatt nem jutott el olyan szintre, a rutinotok úgy látszik, ezt majd csinálunk, akkor egy csapatépítő tréninget, ahol bebaszás Figyelj közlek. csak, Charlie, tehát ha már rutinról van szó, akkor most ezt kurva rövidre fogjad, mert uh, már így is uh, a YouTube nekem szólt, hogy Írdatlan mennyiségű tárhelyet foglalsz el a, a <laughs> videóiddal az utóbbi két napban. Az utóbbi két napban föltöltettem több mint 10 giga videó. <laughs> <laughs> És abban nincs podcast. Öh, elkezdtem azt, amit Krisztián. Elkezdtem. Krisztián kemény. Is, is, meg alsógatjában ülök itthon a gép előtt. ó, oh, hogy, ó, oh, hogy, ó, oh, hogy rohadna rólad az alsó na drág. hihetetlen. Hat fok van benne a szobámban. Plusz hat fok. Oké. Okay. Hát... hát öh, öh, Elmentünk. Na. Úgyhogy, ígéret. Ecigi kutatás zseniális, vagy ahogy a prof mondja, ecigi. Úgyhogy, négyen, ott vagyunk. Challenge-be vagyunk. Azt hittem, az elején stressz volt, hogy szar lesz, aztán megnyugodtam, hogy és, és nem tudom megmagyarázni neked, Krisztián, hogy miért, de ez egy lófasz, te soha nem jutsz eszembe. Csak akkor, hogyha szar a hangminőség. Szóval, hogy, hogy mikor ilyen tudományosan számolgattuk át a képleteket, tudod, hogy elszívtál napi 18 szál cigit a kék pelmelből, ami olyan erős, hogy akkor ezt szorzom 30-szal, osztom 20-szal, meg az anyám kínja, és neked olyan kéne. Már az elején sem működött, mert a papíron ö, hármas levest kellett volna szívnom, amit ugye nem is volt, 6-os szívtam, de gyenge volt, 12-es szívtam, jó volt, aztán ez a 12, 6, 9, 6, 3, és most a 3-as után, ö, tudod, úgy, szív, úgy szívtam az első slukkot bele, mint mikor ö, megtekersz egy egy, egy, egy egy dual kleptont, és oda pörköz 60 watttal, és először nagyon elásztatod a likviddel, és picit szívsz Na, én is így voltam, hogy Meggyújtottam, pici óvatosat szívtam, és nem érzek semmit. Jó, nagyobbat szívok, valamit már érzek, de füstje nincs. Szívok nagyobbat, és nem érzem a téhát, a füst az, az meg ez a szánalmas kategória, tehát nem is tudok erre mit mondani. Még a PG-vel kenés nem próbáltam meg. De a mi csapatunk az olyan kemény, mint a kc tehát itt nincsen ilyen, megvolt a napi 15-20 szál akkor utána, mert este egy kicsit elcigizek, nem. Mi szétszettünk mindent, elraktuk trezorba. Én köcsög vagyok magamnak, ide kipakoltam, de én sem szívok bele. Pedig most is nagyon nehéz megállni, de kiraktam magam elé a, a cigis dobozt is. És, és már jócskán megvan a mai teljesítés, és büszkén mondtam idáig, hogy hú, nem fáj a fejem, meg a faszom, tudja. És az első ciginél volt, nem is, bocsánat, mert az első duplázásnál volt egy kis szédülésem, de lehet, hogy azért, mert így lefele dőlve kicsit törzsből beszéltem a kamerába, és, és lehet, hogy ott azért egy kicsit megszédültem. Aztán arra jöttem rá, hogy segítenek a többiek, Már mint hogy beszélgetünk egymás között is, meg Boris is csinál napi videókat többször is, meg a, a, a Tomi is, a Archer meg ott is, de hogy sokkal jobb volt, hogy elindítottam a live-ot, és akkor mindig volt ott vele, velem, mit tudom is én, 28, 30, 35, 40 ember épp, ahogy kiadta, és kérdezgettek, beszélgettünk, és akkor volt az, hogy hármat zsinórba. És csináltam két ilyen hármas kört. Nem is gondoltam volna. És és akkor se... Most este elkezdett egy picit, elkezdett húzni a fejem. Most az sprével betoltam, most talán jó kopogjam le, de hát már két órája nem szívtam, úgyhogy még majd lesz egy-két, nem tudom hány köröm. Á, nem. Ö, tegnapi ETR-ben nagyon jó volt, élő, tehát telefonról is fölcsatlakoztam a beszélgetésbe, és akkor ott élőben pöfékeltem a, a srácoknak. Ö, nagyon rendesek egyébként itt tartják a lelket bennem, már hogy akik ö, ott nézik a live-ot, ugye írogatnak, ö, és a többi, és a többi. És persze az ellenpólus is megvan, tehát ahol fátvágnak hul, fát hullik a forgács is, Ö, rögtön megjelentek az okosak is, hogy ö, ö, nem Facebook, ekpe, expert, fingja sincs, hogy kell leiratkozni, de viszonylag zavaró naponta körülbelül 40 értesítést kapni arról, hogy mekkora hősök vagytok. Na, hát most nem mondtam neki, hogy, hogy ö, szívesen kihagytam volna ezt a kört, ha te elmentél volna, bazd meg. De nem ment el, csak a pofája jár, hogy mi a faszért. Nekem ez adja a boostot. Uh, úgy gondolom, hogy ha valaki meg tud spórolni, uh, uh, mennyi volt összesen, várjál? Az üzemanyagköltség 30 ezer plusz a cigi, tehát hogyha ennyit megspórolunk valakinek, akkor férjen már, ja meg a kaja, bocsánat, 4 a 4.000 forint él arról rablóknál. Szóval akkor férjen már bele meg neki, hogy negyed óráig nézi, de tudod, ez sem kötelező, tehát te is olvastad, te is írtad, hogy ott van egy kis gomb. Úgyhogy sikerült leiratkoznia. Meg akkor itt üzenem neki, de úgyse fogja hallgatni, hogy a, a Facebook csoportból is kitettem, minek nincs szükség a, az ilyenre. Tehát akit nem kíváncsi rá, akit nem mozgat meg a tartalom, ami minket igen, aki nem tud minket szapportálni úgy, hogy, <coughs> hogy, hogy, hogy az egy kis löketet adjon nekünk, az, az tényleg az olyan, mintha. A szomszédnak nem köszönnék, mert kihívja rám a rendőrséget. Ö, hát szóval ilyenek vannak, de, de megy, megy ö, megterhelő ez a, ez a napi egy videó, de, de csináljuk ezerrel, ezerrel. Ö, nagyon fasza és köszönöm szépen, hogy te pedig beszálltál a feliratozásba. Nagyon patent a dolog. Ö, Kicsit meg fogok most húzni vele, de igyekszem. Jó, hát érthető a dolog. Most a, ugye a Galuska profé azért lett hosszú az az adás, mert ott nagy, annyira aranyos egyébként a kisöreg. De tényleg láttad a videót, tehát kérdeztem tőle kettőt, és így darált. Hát tudod, ez olyan, mintha őt érdekli a téma, akkor végig darált, de egyébként nagyon jó volt. Igen, ez Ör... olyan, mint engem elcigiről kérdezni, röviden. Igen. Tudod, hogy mire jöttem rá, mert uh, néztem. Tehát meg én megnéztem. Bár nem tudom, hol kell leiratkozni, na mindegy, és. Uh, és. Uh, az ragadt meg bennem, hogy basszus, ilyen a világon sehol nem történt még, hogy nem dohányzó embereket arra kértek, hogy dohányozzanak. Tehát nekem, nekem most, most esett le a, a galuska profnak a, a beszámolójából, hogy hogy tehát ilyen kutatást még senki nem végzett, hogy előtte, mit tudom én, x évig nem dohányoztál, és akkor, na most akkor nézzük, egy hét dohányzás mit rombol benned. Tehát ilyen kutatás nincs sehol, sehol. Azért is gondoltam így, hogy jó az, hogyha még Krisztián is hozzárakja, tehát valami értéket is termel aznap, nem csak az, hogy ülés alsógatyába hegedül, hanem hogy mondjuk felirat. Elképzelted? <laughs> én elképzeltem, hogy kockás alsógatyában fönt mondjuk valami, vittom is, én három tenor póló vagy a fene, tudja, és hegedülsz. De, hogy, hogy, hogy Szegény hogy, Jancsó ha élne, meg is csinálna. <laughs> igen? Hogy kifele egy kis publicitást kapna a hát én most ezt mondom, hogy az öreg, de hát a, a, professzor úr a szakmai részét ők valahol majd broadcastolják, ugye, ahogy mondta is, de hogyha, hogyha mi esetleg tovább tudjuk vinni más egyszik is közösségekbe is, és ott jut el valakinek mondjuk egy másik ugyanilyen vagy hasonló témával foglalkozó orvosnak a látókörébe, akkor ez, ez tökre jó lehet. Azért is, azért is fasza ez. Bár tényleg, tehát ez a, ez a folyamatosan azon gondolkozni, hogy milyen tartalmat lehet naponta gyártani, és azt megcsinálni, és aztán még megvágni, és aztán még feliratozni, hát ez majdnem, hogy hát több, mint egy embert kíván, mert ugye én se bírnám egyedül, azért Krisztián is besegít, respect ezúton is, és köszönöm szépen. Bólintottam egyet. Zsír. Tudod, mint mikor, mikor ketten tudják, hogy faszadolgot csinálnak, és így összekacsintanak. De egyébként már... Tibor és Ildikó. <laughs> igen, igen, igen. De láttam, hogy már valakinek már a, csak az orvosos rész kéne a videóból, meg csak ezt vág ki, meg csak akkor majd ő kivágja, nem nyúlsz hozzá, nem te csináltad, jó az úgy. Aki meg annyira lusta, geci, keci, hogy... Ö, én, va... én csak... Én csak a professzoros szekciót keresném. Igen, Megcsinál igen. csak a professzoros szekciót. Jön a következő. Én a professzoros szeretném, de virág És akkor így after effects elő. Kinek, kinek mi szeretne? Elmehetne hátul egy Godzilla? Ó, persze. <laughs> Ezt ugye, készen, tud. Várja, melyik az a grafikus, aki tudod, mindig kérnek tőle, és hogy azt szeretném, igen, hogy igen. a, a, a párizsi torony egy magasságban lenne a fejemmel, és akkor így a nyakát így, uú, és annyit írod, oda, tessék. <laughs> szóval lehet ilyeneket kérni, csak a többet árt, mint hasnyál, hogy így mondjam, mert pont az a lényeg, hogy, hogy azt is lássák, akik mondjuk látják a Galuska profnak a beszélgetését, hogy előtte is van tartalom, utána is van tartalom, egy hétig ezzel foglalkozunk, ez a lényeg benne, hogy látni, és folyamatosan azon gondolkozni, mondjuk nekem is, hogy mennyivel szarabb most, mint tegnap, mivel másabb. Nézted a videókat, Krisztián? Folyam... Ö, át, folyamatos csulázás, hát ez Az a... igen, az megvan. Ez borzasztó. A bejelentkezésekbe is, de hát igen, ez... És azt mondja valamelyik... De, ne, nem tudsz mit csinálni. Azt mondja valamelyik, nyeld le, hát, meg mondom, lefényképeztem ma, hogy milyen az a csula a fehér havon. Tehát egy ilyen ez a, ez a, kátrányos szar, a fasz fogja lenyelni. Nem nyelem le, dehogy nyelem le. Elbírja a hát Ó, gusztustán... olyan az íze, hogy nem, nem, nincs szíved, nem képtelen vagy lenyelni, nem. És, nem és, lehet. és mostanában kezd jönni egy picit az a, az, a, az a fejfájós játék, de mindjárt kimegyek, azt rágyújtok, hogy hát ha az elmulasztja. De... Holnap, holnap után még be fog durvulni, Csárli. Igen? Az a haja. Abban reménykedem egyébként, hogy holnap már dolgozom, és uh, ott majd meg tudom rendesen nyomni, mert ha föl, fölmegyünk a tetőre, akkor azért minimum kettő el szokott fogyni. Visszagondolva, hogy, hogy uh, mennyi, De, és az a fura egyébként, hogy amikor azt mondjuk, hogy uh, és mindegyikünk ezt mondta, nem csak az én megfigyelésem, hogy Krisztián, uh, te is ebből meg tudsz erősíteni majd, mikor azt mondjuk valakinek, hogy ezt bármikor abba tudod hagyni, hogy uh, hogy baromi sokszor veszem észre a ciginél, tehát idáig ugye az van, hogy nem esik jól. Szívni kell, mert mert kell. Nem esik jól. De ettől függetlenül a, az idő is kurva rövid, mármint úgy, hogy több időre emlékeztem én, mennyi ideig szívok egy cigit. De ez nekem nem tűnik három-négy percnek se. Tehát baromi kevés. Ja. Idő száz cigi, ahhoz képest kurva nagy búztot ad nikotinban, és, és ö, lehet, hogy ezért is van, hogy hármat szívok, mert ameddig szívnám az e cigit, az van bennem, tudod. És akkor az ad egy kurva nagy lökést. Utána mondjuk le is döltem, mert, mert szerintem a színem is jó volt. Ö, <laughs> <De> ismerős. <laughs> szóval nem, nem tényleg olyan, mint az almát a körtével. Nem lehet összehasonlítani a nikotinbevitel sebességét, nem lehet... Be, az, nem tudom elmondani, hogy és amit mondtam nektek, hogy hogyha én most gyerek lennék, és hogy mi fogott meg, és így gondolkoztam rajta, hogy most szívom ö, másfél napja, és még mindig nem tudok visszaemlékezni, hogy gyerek fejjel ebben mi volt az, ami megfogott. Tehát tényleg akkor még csak a mozdulat kellett, hogy nagy fiúnak látszódjál a többiek előtt, mert hogy másra nem tudok gondolni, mert a füstje az meg nincs, Íze, nincs. Hát van, de szar. Nem, nem. Én el tudom neked mondani, Csárli, hogy mi fogott meg benne. Mi? Bár ez ilyen, ilyen áttételes az egész történet, és az az én tapasztalatom, úgyhogy lehet, hogy neked egyáltalán nem lesz ilyen, vagy, vagy máskor jön elő, vagy ilyesmi. De hogy a maga a, a kísérleti részvétel egyhetes rövidségéhez képest is, meg a limitált elszívott e-cigaretta, cigaretta mennyiséghez képest is, nekem a negyedik, ötödik nap környékén elkezdett hozzászokni a szervezetem és már nem volt olyan undorító a szaga, pedig nyilvánvalóan ugyanaz a szaga, már nem voltam annyira rosszul tőle, már nem émejektem az első szálaktól a rágyújtásnál, nem a napinál, hanem az ilyen óránkénti, másfél óránkénti elsőnél, már nem émejektem, az első szál már nem marta annyira az arcomat, a második az mindig. Úgyhogy a szervezet, nem tudom, hogy ezt e, e, mit rajzol át az agyban, hogy elkezdje tolerálni, vagy téged annyira ne zavarjon ez a történet, de hogy ez egy hét alatt már megfigyelhető. tehát négy-öt nap utánál én már megfigyeltem magamon, hogy már jobban tolerálja a szervezetem. Aztán ugye minél jobban tolerálod, annál kevésbé fáj csinálni, úgyhogy telik múlik az idő hozzá, és szoksz magához az egész tevékenységhez is. A harmadik történet, meg amit te is mondtál, hogy elképesztő mennyiségű nikotin fröccsöt ad. És ez olyan mértékű, konstans nikotin koncentrációt ad a vérednek, ami már nagyon durván hiányérzetet okoz egy idő után. Tehát ez a három dolog így együtt, ez az, ami, ami nem jobb nem lesz, meg ilyesmi, hanem átalakul az észlelésed igazából az, valahogy a szervezeted perspektívája változik meg az egészszel szemben. És, és, nem, és nem jó, és mégis ott ragadsz mellette Egészen elképesztő a hatásmechanizmusa. Ja, és nyilvánvalóan tudjuk, hogy hát az a marék adalékanyag, ami megkönnyíti ezt az egész folyamatot, amit bele paterolnak a, a, a dohánygyárak. Úgyhogy ilyen. De józan fejjel érthetetlen, hogy ez, 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 ez ahogy te is mondod, hogy valaha is hogyan tűnt ez jó és, és itt nem tudom, tehát hogyha valóban az lenne, amit a prof mondott, hogy nem egy, hanem három hét, akkor ott lehet, hogy már egész más lenne a leányzó fekvése, sőt, biztos. Az így az én letudott egy hetemmel nem merném azt mondani, hogy, bemernék vállalni három hetet. Nagyon durva lenne. Igen, de akkor, akkor gondolj bele, hogy már amit egy hét után is éreztél, hogy már nem annyira szar, már nem annyira kapar, már nem annyira, és a végén eljutnál oda, hogy, hogy tényleg ez a, te a lakásba Nem, de hogy Istenem. Na, mindegy, tehát biztos van olyan, aki tudod, a, ez a... Eh, ahogy nyújtja ki a kezét, először lenyomja a vekkert, és utána a nyúl, és akkor lehet, hogy ez lenne tényleg, kinyúlsz érte szádba, veszed, meggyújtod. Eh, fura volt az első szár reggel, nem lettem egyébként tőle rosszul, de szerintem nem, inkább a nem hideg is... Nem az első száltót Charlie. Ne, nem, nem. Az I... ujjaid végén nem, nem éreztél valami kis bizsergés? Hát az a baj, hogy most bassz, meg mínusz 10 fok volt reggel, tehát ö, lehet, hogy éreztem, csak lefagyott az ujjam. És tényleg, hogy kifogtátok ti is, basszus? Én most egyébként ne. azt ö, csináltam, hogy amikor kimentem, akkor egy ilyen nagy kübli, ö, én nem kávézom, vittem ki forró teát, az pont lehűlt úgy bassza meg a két-három cigi alatt, hogy az az elviselhető, na de, tehát amikor nagyon szarvot köptem, ittam, 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 egy kicsit vegye el az ízét, mert az se segít igazából, amit a kocsiba csinálta az ember, vagy csináltunk, hogy, mert ugye a Tomi, valamikor jöttünk vissza fel, a kocsiba dohányozhattunk. Hogy, hogy ez a vegyél be egy rágót, jobb lesz. Hát igen, és rögtön az elsőnél meg lehetett figyelni, hogy igen, akkor jobb volt, aztán tulajdonképpen bele, belerágod a rágóba azt a fosnikotint. Úgyhogy én azt köptem is ki ciginként, illetve a nagy pofánkkal, hogy majd vezetés közben majd cigizünk, az se jött be, mert Tomi nem nagyon tudott úgy vezetni, meg nekünk is már, tehát elszoktunk az ilyen paraszt mentalitástól, hogy a kocsiban cigizni, és, és, már úgy sem esett jól a dolog, hanem inkább jó, álljunk félre, gyújtsunk rá, piséljünk, vagy menjetek el kávézni. Úgyhogy, úgyhogy így telt el a a hazaút, uh, hát ennyi körülbelül a, a hétnek az ezer része ugye múlt héttől idáig, és akkor valaki mondta, hogy már csak öt nap, de hát az, az nem egy nap, hanem hat nap még. Uh, kurva messze van. Nekem az jutott még eszembe, hogy mi, mi, még így az első, a mostani évvégi első turnusban ugye szerencsések voltunk, mert annyira hideg volt. A második turnus az kikapta a brutális mínuszokat. Most nektek annyira brutális mínusz már nincsen, de megkaptátok ezt a rohadt smogot mellé. Igen. Úgyhogy nem is tudom, igazából néha. Majd holnap lesz cudar benne a városban, hogy ö, mi miatt kapar a torkom, mi miatt... Ö, ö, Érzem azt, hogy krákogni kell, vagy, vagy, <coughs> vagy mi fogja ezt generálni, mert nem tudod a smogtól ezt ketté válaszolni, hogy ú, most csak cigit szívok, most, most egy kis smogot szívok, úgyhogy... Kínában kínába elfogadott társadalmi viselkedés az, hogy krákogsz, megköpködsz. <coughs> és igazából nem, nem tud, így, így mész az utcán, és így... Úristen, milyen bunkók. És, és akkor jössz rá, hogy nem bunkók, baszké, csak ebben a smogban így maradsz életbe. Pont. Ezért szarom le, pont én is. Tehát, hogyha valaki nekem ezzel, hogy miért köpködsz, hát azért köpködök, mert nem fogom lenyelni azt a szart. Ez ilyen egyszerű. Egy hétig kibírjátok. Ha meg nem, akkor arrébb megyek, vagy én nem tudom. Viszel magaddal egy ilyen zsebcsulázót. Egyébként egyébként Archernél volt zsebhamutartó, ha még emlékeztek arra, tudjátok? Oh, igen, nagyon igen. pici kis pocket size, és akkor, hogy a kocsiba lehet bagózni, de nem mi azt arra használtuk, hogy nem dobáljuk el a csikkeket, hanem abba gyűjtjük, és a, de abba is belegondolok, hogy annak milyen szaga lehetett a zsebében. Hú, 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 Hát mindegy. Most érdekes volt, mert... Hát már... Igen, na. Hát olyan rég cigiztünk Krisztián, hogy... Mikor jöttünk, akkor mondtam visszafele, hogy gyerekek, majd álljunk már meg valami benzinkútnál, és veszek cigit. Azt mondja, milyen benzinkút? mondom? Ne bazd már, mert jaj, mondom, trafik, a kurva anyát, álljunk meg egy trafiknál. Na és akkor most ö, megint, hogy már előre kell gondolkozni az embernek egy-két nappal, hogy a melóhelyem szemben benzinkút van, de ott nincsen trafik. És akkor na, úgyhogy most ö, bevásárló ö, úton voltunk ugye előtte, és akkor ott láttam a sarkon egy trafikot, na mondom, gyorsan álljunk félre, beszálltam a kocsiba, és mondja Nóri, hogy hú, hát ilyen és ez is elég szokatlan helyzet volt, hogy ott hagytam a kocsiba járó motorral, mert hogy bementem a trafikba cigiért. És na, akkor és milyen, milyen, volt a trafik, Charlie? A, a, Debreceni az felkészült volt, mert hogy mondtam neki, hogy milyen erősséggel, és akkor tik 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 darált a végig, mondta, hogy mi melyik, milyen íz, ez a pesti New Palace Residence. Itt képzeld nem dohányzó volt még az eladó is, és mondtam neki, hogy ilyen, pff, mit tudom is ö, hatos erősségkel, és hát ő nem tudja. Hát mondom, és akkor én tudni fogom két méter távolságból? Hát akkor nézd már végig, légy szíves, hogy valami, vagy mondtam neki egy pár márkát, és azt mondja, hogy hogy nem soká s lesz rajta. Mondom, mi? Azt, igen, igen. A nikotin igen. mennyiség, meg a kátrány, meg ilyenek a nem kátrány. lesznek. Csodálatos. Uh, és uh, és ennyi volt az élményem gyakorlatilag. Meg ledöbbentem, hogy vettem uh, kettő darab uh, lbóró, meg egy darab uh, öngyújtó benzin, három uh ezer -huh. forint. Tehát ez így kurva metál. Ma megint vettem egy dobozzal ezer egy negyven. Gyerekek mondom. Hosszút <haz> vagy rövidet szívsz? Rövidet nem is néztem, hogy van -e ebből hosszú. Basz meg. Viszont, viszont arra jutottam, hogy én nem fogom azt csinálni, mint a többiek, hogy, hogy kevergetem itt, hogy ez gyenge volt, az erős, akkor veszek erősebbet, vagy veszek gyengébet, mert szeretném a, a, a humán vizsgálatomnak a, az integritását megőrizni, és hogyha én elkezdem ezzel, akkor tudom, hogy három nap múlva milyennek kéne lennie és ahhoz képest erősebbnek, vagy gyengébbnek érzem, vagy jobban kapar, vagy nem kapar, ha. jobban, vagy tehát értitek, mire gondolok. Tehát ne az legyen, hogy naponta cserégetem a cigis dobozokat, mert akkor benne van, hogy hát, az meg az igen, az erősebb az a cigi. De minden esetre a füstje botrány szar. Hát ez ilyen bicikli. Basszus. Hát erről David Dorn jutott eszembe még Varsóból, a eszme futtatásával, hogy ugye adott az elektromos cigarettázás, ami egy kellemes dolog. És adott a dohányzás, ami még egy borzasztó kellemetlen dolog. Tehát nem, nem véletlenül vonzó az emberek számára az elektromos cigarettázás a dohányzással szemben, tekintve, hogy az egyik kurva rossz, a másik meg nem. De most legalább test közelből megtapasztalod te is, Charlie, mert gondolom azért neked is sokkoló volt az élmény, hogy egész másra emlékeztél, hogy milyen volt ez az egész dohányzás dolog, mint amilyen valójában. Érdekes megtapasztalni a visszafele irányt, mert ugye tudjuk, hogy hogy ú, de finom ez a málna, tudod, mikor cigisként bementél megkóstolni, mondjuk, hogy akkor még lehetett ugye kóstolgatni. Ezt annak mondom, aki most kezdett rászokni, hogy gyerekek, akkor még bele lehetett gőzölni és hogy fú, de de jó volt ez idefelé, és hogy visszafelé milyen szar. Ó, bázd meg. Néha, ne, nem hazudok, tehát szét vannak szedve a cuccok, nem szívom, de most is, ó, megszagolom a málnát. Így simogatod a tekinteted de azt meg. a kazán ívét. <hállt> Jaj, Krisztián, erre annyit tudok mondani. <hállt> Eladtam egy pár kulák cuccot, és és mások is jönni fognak, Krisztián, mert ilyen, a, ilyen, az ember. Valamit elad, akkor valamit venni kell, hogy meg legyen a bevétel kiadás. De az sajnos... körforgás megmaradja. Igen, csak sajnos mindig elbaszom a mérlekét nyelvét. Na mindegy. Úgyhogy ez, ez, ez történt a héten. Tőled is kitartást kérek, és, ne add föl Krisztián a fordítást, innen már csak jobb lesz, tehát a, a ma kikerülő is 10 percnél kevesebb, és sok benne a csullázás, azt meg nem kell fordítani, hogy De, nem, ja, nem, nem adom föl Charlie, csak hát én arra szeretnélek kérni, idővel. arra szeretnélek kérni, hogy a, a csúnya szavakat azt ne konformizáld, ne, ne himihumizzál. Ja nem, szölkül maradok semmi. Zsír, Na, zsír, érezzék a parasztok, mert kint van a sarokban az explicit content jelző, tehát ők meg esetleg, ha valaki külföldi nézi, akkor így, hm, ebben nem volt semmi durva, mi a faszomról beszél ez a hülye gyerek ott. Jó, az volt a durva, hogy köpött. Szűje meg ott a szopjáne mögött. Jó, Krisztián, te, ez a, ez a tüdő kapacitás, vagy mi az istenmérés, nem tudom, hogy ki volt nálatok, de nálunk az meg valami kibaszott csendőrnő volt. Az nagyon durva volt. Az az. Fúj, 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 de, fúj, de, full, várjá, full, full. Várjá, várjá. Volt egy faszi előttünk, aki nem kopogott be a másik ajtón, ami belülről az meg össze van nyitva, tehát ez a totál értelmetlen fasság. Nem kopogott be, csak túlment az, a csendőr ajtaján, és nyitva volt az ajtó. És túlment az meg, és kimegy. Maga meg, hova megy? Ki mondta magának, hogy oda menjen? És azok olyan hangosan dorított, hogy a másik ajtót is kinyitották. Mi van? Ide jöjjön! Elkezd indulni felé. De nem most! <gül> <gül> Tudom, és akkor ugye mindig mondom ezeknek az idiótáknak, mármint hogy a boriszéknek, hogy szóljatok már, és mikor szóltak volna, elment. És akkor másodszor, egy harmadszorra kijön, mondom, kezét csokolom a, a professzorul vizsgálat. Én azt nem tudtam. Miért nem szólnak? Mondom, most szólok. <gül> <gül> Jó, mindjárt! Ú, bementünk az és hú, tényleg ez a... Ez a én, én, attól nekem röhöghetnékem támad, hogy mikor ezt a CO mérőt tudod a szádba dugja, és tehát annyira hülyének néz, hogy nem tudod leolvasni, ami az orrod előtt megy visszaszámoló, és mindig mondja, Igen. még tartsa, még tartsa, így látom, bazd meg, 10, kilenc, és a Boris is, meg én is úgy voltunk vele, bazd meg, hogy hát már most megdöglünk, megdöglünk, de én még közben még röhögni is akartam, és akkor lassan fújja ki. Túl lassan fújta ki! Hát ezt... Na mondom, bazd meg. A másik a régi porszívógép, is. Úgyhogy ott én be is fulladtam. Hát tudod, mikor ez a nagy... Fújja még, fújja! Fújja, folyja még! És elfogyott. És még, még, még! És, fújja, és, fújja, és fújja. Hát az nagyon kemény volt. Ó, az meg. Igen. De ott neked is úgy pötyögött valamit, nem ilyen magasság, meg életkor, meg itt tudom is igen, én. Igen, igen, mert ezek a referencia számok, ezek életkorhoz és ilyen testő, meg indexhez, meg mindenféle magassághoz ilyesmihez vannak viszonyítva. Azért kell azt tudnia. Egyébként ugye elmondta a dok is, hogy, hogy tehát ez, ez um, hülyeség, hogy vizét kell, tényleg ezt a kapadohányt kell szívni, meg, meg, igazából azt sem mondják meg, hogy hányos erősségű legyen, hanem ez a, ez a azt mondja, hogy ott, ott igazából nagy különbség nincs, hogy Kicsit rossz vagy, nagyon rossz, mindegyik nagyon rossz, tehát így. Az, hogy most. Igen, mert az égés termék az ugyanaz. Igen, igen. Tehát attól, hogy mennyi nikotin, de mellett ott van a kádrány, az a lényeg. tehát... Jaj, az baz meg, gyere, nem hiszed a, -e, Fifika, baz meg jó, nem tudom neked, mondtam e Boris elaludt baz meg ültő helyében. Azt, igen, igen, igen. 15 perc vizsgálat alatt a gép előtt. De még hogy nem dőlt el sem erre, mert akkor csinálták volna vele újra. Igen, egészet. igen, igen. Nem, neki dőlt, órát beállította a karján, majd pittyeg, majd pittyeget. Hát mondtam, ez zseniál. Én meg mondtam neki, de végülis azt nem raktam be azt a videót, hogy ott bent ö, is csináltam egy, egy snittet, de hát abban nem lett volna semmi izgalmas, hogy két percig kive szívom a levegőt. mondtam neki, hogy, hogy mondta a prof, hogy videózhatunk. Gondolom, engedélyünk is van rá. Jó, de én nem tartom. <laughs> Na, nem is kell tartani <laughs> itt az állvány. Ja, jó. Akkor csinálja. Zseniális. <laughs> ja. Jó, tényleg, Charlie, mondtad valamelyik videóba, hogy a gép hogy tele lövi sugárzással a várótermet, nem lövi tele. Azt Igen, ezen, besz... ezen, beszéltünk, hogy ugye utána meg gondolkoztunk ezen, hogy, hogy ez lövi vagy veszi. Tehát ő volt a vevő. Igen. Tehát ez tök mindegy, Krisztián, mindenképp el van baszva. Akkor én sugároztam kifele, a váróterem fele. Ez Láttam a föliratot nukleáris medicína. Központ. Igen. Központ. Igen, aki ott jár, az mind arra vár, hogy tele sugározzák. Hát, mi nem. Most nem tudom, hogy azért uh, volt. Egyébként flott volt a dolog, tehát... Uh, mit tudom is én, mikor beszéltünk a proffal, már akkor is azt mondja, hogy nézegettek nagyon, hogy már mehetnénk, de a megérkezésünk után fölhívtam a profot, hát mert egy olyan negyed órát ott ültünk, aztán mondom, hát nem tudja senki, hogy mi a fasz van, és akkor lejött a doki, beszélgettünk ott egy ilyen 20 percet, ami a videóban is látszott, és utána tök flottul elkezdtek minket pörgetni, már rendesen már ciki is volt ott, hogy ők kint ülnek ott, hogy menjünk át abba a sugárzó részlegbe, és hogy hogy ö, minket pörgettek, aztán ugye szóltam annak a nőnek ott a csendőrőrmesternek, hogy, és akkor ott is ledaráltak minket hamar, ö, úgyhogy tényleg inkább az volt a sok idő, hogy egymásra vártunk. Ja, Én már indultam volna faszba nélkülük, mindegy. Jó, ezt beséltem, amikor csapdába keveredtünk bárány Mikivel? Nem hogy Miklós már végzett ott a, a, sugárzós tesztel, én meg nem, és akkor jó, ugorjunk el a büfébe, én még nem kerültem sorra. És hát ugye a kisállatokhoz, kisgyerekekhez, terhes nőket ne ölelgessél pár óráig a, a, vizsgálat után, ez a, az ukáz, mert még ott valamelyes sugárzó. Elugrottunk a büfébe, és így belépünk az ajtón, és csak azt veszem észre, hogy Miklós így lecövekelt, és lefagyott. <laughs> és, na, mi van itt? És így körbenézek, és mindenhol terhes kismamák. Az meg te izébe mentetek a, az új szülött osztályon a büfébe, mi? Hát az volt a legközelebbi de büfé, hülye igen. És vele szembe Miklósnak volt. így föld, földbe gyökerezett a lába, és látszott, hogy így keresi a szemével az útvonalat, hogy hogy juthatná el a pultig úgy, hogy egy kis kismama közelében, de nem volt ilyen útvonal. De hát vele szembe van a fülorgégészet, vagy mi a szent volt, és ott volt az alaksorban egy büfé, hogy mi is azért azt oda. mi nem tudtuk. Azt mi nem de tudtuk. De egyébként... Miklós ilyen óvatosan kihátrált a büféből, én meg még, aki nem sugárzott gyorsan. Miklós a így el, elkiáltotta magát, Atomtámadás! és beruhant a büfépút. Vagy, fegy... Vagy, Figyelem, sugárzok, és nem félek használni. Én, amikor a fegyveres testület tagja voltam, kvázi katona, akkor volt ilyen oktatást ott, hogy atomtámadás esetén mit, hogy merre, és utána azt visszakérdezték. <kül> és akkor mondta, a, a, volt egy ilyen nagyon laza katonatársam, és mondja neki a tiszt, hogy katona, mit, milyen parancsot ad ki, hogyha atomvillanást észre el jobbról? Ezt így ránézett a srác a tisztre, mit adnék ki? Térdre, imához. <laughs> Valami az súgja, hogy nem vitte el Nem ezt a választ. Nem. nem. <síns> Most nézem, vagyis hát nem nézem, de euh, meg, megjött Borisnak a, a mai harmadik videója is, csak az a baj, hogy rosszul számol, mert ő második napot ír. Hát ő nem a nulladik naptól kezdte el, igen. Mert hogy az, az fél nap igen. igazából, mire mire az. Meg akkor neki így kedre nyolcadik nap lesz. Hát igen. Ah, ezek a hülye ruszkik. Na, hát hogy bízzál az ilyenekbe, hogy tudnak vigyázni az atomrakétára? Nem, nem is értettem sose ezt a nagy októberi szocialista forradalom ünnepe november, november. 7 igen. <laughs> Hát így. Most írta egyébként kocsis, ami egy másfél doboznál tart mostanáig. Az lelkiismeretes. Hát én azért ennyire nem húzok bele. A nem én azért, mert. 15 szálával is szólt. Na, ugye, ugye, ugye. Tehát nem. De azt azért mondtam, hogy én nem én leszek itt, azt a hanov, hogy. Mm. De tényleg néha bele kellett gondolnom, hogy most adás közben kimenni, vágás közben kimenni videó közben kimenni, nem voltam kint egy órája, így is nehezen jön össze. Na mindegy, hajtjuk, hajtjuk, üzzük. Holnap, jaj! Előre ásítok, mert hogy holnap, amit megcsinálok anyagot, azt este érek haza munka után kezdem el összerakni, meg még a podcastet is, tehát valamelyik később, jóval később lesz, mint a másik de remélem, hogy a, hát a videónak fogok elsőre nekiállni. Aztán majd látjuk, hogy hogy megy a többi. balanszírozódik ez. Ja. Éppen ezért nem akartok egy kicsit könnyíteni nekem, hogy egy és negyed óra környékén behúzzuk, ha nincs olyan vészesen, vészesen nagy és komoly témánk. Figyelj csak, nekem annyi, De, hogy. Nekem hogy, rövid szucoim vannak csak, jó. hogy én ezt a, a NAV ö, levelet átküldöm neked, és akkor ezt betesszük a közösbe, mert ez egy PDF-állomány. Jó. Ö, igen, jó, jó, persze, jó. Oké, okay, Zsoki, mindjárt átküldöm. És akkor, Krisztián, mondjad a te rövid színeseidet? Mondom a rövid színeseimet. Az egyik, az egy viszonylag hosszú cikk Fergus mason és arról elmélkedik az úri ember, hogy eljött az ideje, hogy búcsút vegyünk a meonikus modoktól, mert már semmiféle létjogosultságuk nincsen, hogy létezzenek. Igen. És ezért vagyunk pipák blackire. a jó kis gyűjtésed. Hogy micsoda, ezt nem hallottam. A jó a pont. kis gyűjtéset, tudod, amit bedobtál, csak nem a megfelelő csoportban. Ja, igen, 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 igen. Blacky a poént előre, és egyből körbeosztotta, úgyhogy túl sok szót nem is pazarlok rá. Aki tud angolul, érdemes elolvasni. Nagyjából arról van szó egyébként röviden összefoglalva azoknak, akik nem tudnak angolul. Kellőképpen, hogy átrágják magukat azon a wall of texten, hogy hogy a mehákat ugye igazából annak idején azt hívta életre, hogy a az elektronikával ellátott készülékek nem voltak hajlandóak bizonyos ellenállás alá menni, nagyon-nagyon kicsi volt a teljesítményük relatíve, és a, a, a gőzölés csúcsát, az igazi leadott teljesítményt kizárólag a szabályozatlan mechanikus készülékekkel lehetett annak idején elérni, úgyhogy aki nagy gőz, nagy teljesítményt akart, az kénytelen volt mechanikus készülékhez nyúlni. Viszont most már ott tartunk, hogy igazából bármelyik modern elektronikus készülék hozza azt a teljesítményt pontosabban, jobban és biztonságosabban, mint amit egy mechanikus készülékkel lehet csinálni, és egyenletesebben tegyük hozzá. Úgyhogy igazából maga az az igény, ami életre hívta a mechanikus készülékeket, az mára megszűnt, abszolút indokolatlanná vált, úgyhogy amellett érvel fergász, hogy tök jó lenne, hogyha a, mondjuk a, a boltosok nem adnának el fűnek, fának mechanikus készüléket, csak aki tényleg ott helyben tudja bizonyítani, hogy vagy van neki, és jól néz ki, megvan tekerve, vagy el tudja mondani fejből lóm törvényét, vagy valami ilyesmi, mert hogy az majdnem az összes hülye elektromos szigaretta robbanással és akkumulátor robbanással kapcsolatos hír az arról szól, hogy valami kretén nem tudja, hogyan kell használni a mechanikus módkészülékét, és a meg az arcába robbantja. Úgyhogy nagyjából erről szól a cikk, én sem tudom azt mondani, hogy nincsen igaza. Igazából már én is néha nagy ritkán húzom elő a mechanikus készülékemet csak nosztalgiából, mert annyira praktikus, és, és teljesen jó kis de minden esetre egy érdekes olvasni való körül járja ezt az egész kérdés, és nagyon jó jó, jól fogalmaz az úriember, úgyhogy olvasásnak sem, olvasni sem utolsó daraba az írása. A másik, amit Charlie mondott, ugye, hogy megszűnik a nefé, és e kapcsán nekem lenne egy ilyen kis színes re reflektálós gondolat, eszmefuttatásom, hogy ez most jó ez nekünk, vagy nem jó ez nekünk. És én arra jutottam, hogy jó is, meg nem jó is. Javítsatok ki, hogyha tévednék. Én úgy látom, hogy Rossz abból a szempontból, hogy igazából az, hogy valamiféle kormányhivatal környékére keveredik a nefi, az, az, nem jó abból a szempontból, hogy általában a kormányhivatalok mundér becsületvédő immunrendszere erősebb, mint egy, egy ilyen fringe szervezetnek, mint amilyen a nefi is és lehet, hogy jó, van. még a mostaninál is nehezebb lesz bármit kihúzni belőlük. Ami miatt viszont lehet, hogy ez jó, az az, hogyha mondjuk bekerül az emi égisze alá a nefi, akkor egy-egy közérdekű bejelentés mondjuk már nem az emi fog kivizsgálni, mert hogy az emi ellenteszed, hanem egy valamilyen magasabb rendű szervezet, ami fölött áll, ami nyilvánvalóan ebben a kontextusban mondjuk a miniszterelnöki hivata. Én igazából ezt az egyet találtam, mint, mint képzeletbeli lehet, hogy jó Hírt. Nem tudom, nektek van a -e véleményetek róla, vagy hadarjak tovább, hogy csáríthat. Én, én a mechanikus madokkal abszolút egyetértek egyébként, mert a mechanikus madoknak szerintem is akkor volt létjogosultság, amikor nem ment ez az idióta, nem is tudom, 0,02-es tekerés. Uh, hogyha emlékeztek rá, akkor uh, még az ős időben, akkor az alacsony ellenállású uh, kazán az ilyen másfél óm volt. Igen, mondott, Igen. Igen. E -egy, hatos, egy hatos LR. Egy hat LR, ele... Egy kettő nadúr. meg. <gül> <gül> Tehát Ez valami hihetetlen. Én azt hiszem, hogy 0,8-ra tekertem a, a mehák fölé a, a, fölújíthatókat, és az alá soha nem mentem, de inkább 0,8-1 közé, és amióta ezek a fákiák vannak divatba, meg, meg, négy, és akkor nem tudja mi a különbség a soros, meg a párhuzamos között, meg, meg szóval valami el, elmebeteg emberek vannak, Betettem uh, még, egy, még egy fűtőszállat, és fele akkor lett az ellenállás. Hát ez hogy lehet? Jé, bazd meg, na hát még ilyet, meg, meg ez a kleptom, meg sodrot, meg, meg uh, kerítésdrót, meg nem tudom. Tehát ez, ez, ez rossz irány, én azt gondolom. <kül> Mindenféleképpen kell, ha nincs, nincs meg az agyadban a kontroll, akkor a készülékedben, kell, hogy legyen, de mindenféleképpen a kontroll alatt kell tartani a cuccot. Hát arról meg aztán végképp nincs mit beszélni, hogy letekeri a kazánt, hogy zsebre teszi a mehát a kulcs mellé, tehát <laughs> érted? Ez tudod olyan, amikor elmászik a lábadra a csörgők, így ezt a sörétesse belelősz. Tehát... <laughs> Ennyi. Ja, pödör tovább, Krisztián. Jó, hogy valami jó hírrel is szolgáljak a kedves hallgatóságnak. Úgy tűnik, hogy valami mozgolódik Kanadában is, ugyanis a napokban jött a hír, hogy a Kanadai Népegészségügyi Kutatások Intézete megfinanszírozott egy átfogó felmérés készítést. A, hogy is van ez? A Victoria Egyetem, British Columbiai Victoria Egyetem függőségi kutatási központjával kapcsolatban, illetve őket bízta meg, hogy készítsék el ezt, és a kutatók nem kevesebb, mint 1622, tehát ha nincs elég bizonyíték elektromos cigaretta ügyben, valahogy a kanadai, a kanadai kutatóknak mégis sikerült találniuk 1622 darab szakcikket a témában, amit nem voltak restek, különféle aspektusból végigvizsgáltak, és összehoztak ők is egy összefoglaló jelentést, mint a mi Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetünk, vagy mint a Brit Royal College of Physicians, vagy Public Health England, és hogy, hogy nem, 1622 szakcik áttekintését követően nagyjából arra jutottak, mint brit kollégáik, mondanék itt néhány címszót ezügyben. Sajtótájékoztató is kísérte egyébként a jelentés elkészültét. Azt mondja Marjorie McDonald, az egyik kutatást vezető hölgyemény az egyetemről, hogy a kapu effektustól való félelmek megalapozatlanok és felfújtak. Közegészségügyi perspektívából tekintve nagyon is pozitív azt látni, hogy a fiatalok a kevésbé ártalmas alternatíva felé mozdulnak el a dohányzás helyett. És nyilatkozott még Tim Stockwell, az intézet igazgatója és szintén az egyik vezető kutatója, a nyilvánosságot félrevezették az elektromos cigaretta kockázatait illetően. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy legalább olyan károsak, mint a dohányzás vagy a, a cigaretta fogyasztása, de a bizonyíték azt mutatja, hogy ez az állítás teljesen hamis. Hát ilyenekre lukadtak Christian, ki ismétlem, Igen? Ez az utolsó mondat, tudod miért jó, mert megnézted a galuskaprof, miket mondott? Nem, 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 mondom, csak átszaladtam még azon a videón. Nagy hibát követtél el, azt a részt, hát az egészet, de ugyanilyen örömteli mondatok, illetve ennek tudod egy kicsit árnyatabb része, de kitért a hazai, Ó, oldosabb, Kitért a hazai szakmai szervezetekre, mármint hogy orvos szakmai szervezetekre, tüdőgyógyászokra és a többire, a Igen, nemzetközi úgy. szervezetekre, úgyhogy kurva jókat mondott az öreg, komolyan. A holnap túl vagyok itt a, a holmikon, akkor neki duránó magam tényleg, és meg, meg, megfordítgatom, hadlása a nemzetközi közösség is, hogy vannak azért lángoló elmék Magyarországon, nem csak sötétség uralkodik. Ja. De hogy, hogy, ez a különbség, hogyha mondjuk nem 24 cikket, 24 gondosan kiválogatott cikket nézel át, mint a Nemzeti Egészségfejlesztési <laughs> Intézet, mert nincs elég, hanem találsz a, nem létezők között találsz 1622-t, és összehasonlított számszakilag is, hogy jó, kettő nagyon rossz metodikával azt állítja, hogy ellenben 40 azt állítja, precíz metodikával, hogy de akkor talán mégiscsak hogy a mérleg nyelve ne arra billenjen már, hogy az ördög fosta tegnap az elektromos cigarettát. Na, de Négy kulcs megállapítást tett egyébként, a, mert úgy néz ki, hogy ennek most az összefoglalóját kiadták, de négy részre van bontva alapvetően maga az összefoglaló tanulmány, és ezek még nem nyilvánosak, mert most zajlik a szakmai lektorálása a dolognak, úgyhogy ezeket külön fogják publikálni. És az első megállapítás az összefoglalóban úgy hangzik, hogy összességében nagyon-nagyon bátorságra, egy bátorító mennyiségű bizonyíték áll rendelkezésre, hogy az elektromos cigaretták legalább olyan effektívek tudnak lenni, mint más nikotinos terápiás készítmények a dohányzással való felhagyás elősegítése érdekében. Tehát ennyit arról, hogy nincs bizonyíték, hogy segítene a leszokásban. A második pont azt mondja, hogy semmiféle bizonyíték nincs arra vonatkozóan, hogy létezne a kapu effektus, amely az elektromos szigarettával kísérletező fiatalokat eh, konklúzióként eh, dohányzás felé terelné. A rendelkezésre álló bizonyíték az, hogy a fiatalkorúak között a dohányzás csökken, miközben az elektromos szigaretta használat terjed harmadik pontként azt emelik ki, tehát ezek a kulcsüzenetei a, a dolognak, mint az angoloktól a 95 meg, hogy fontos népegészségügyi cél. A harmadikban azt mondják, hogy a másodlagos találkozás, tehát a passzív találkozás az elektromos cigaretta gőzével, Lé... Másképp kezdem, tehát a másodlagos hatása az elektromos cigaretta gőzének lényegesen rövidebb ideig tart, mint a dohányfüst esetében. Ugye hamarabb eloszlik az egész pára. Mindazonáltal bizonyítékot találtak arra, hogy kis mennyiségben nikotin mutatható ki az elektromos cigaretta párájában viszont nincsen jelentős expozíció olyan karcinogénekkel szemben, mint amely a cigarettafüstben található. Jelenleg bizonytalan, hogy ez a nagyon alacsony szintű nikotin bármiféle egészségkockázatot jelente a kívülállók számára. Tehát, hogy ne csak nyökögjek, nyakogjak, arról van szó, hogy lényegesen hamarabb eloszlik az elektromos cigaretta gőze, mint az órákig ott terjengő cigarettafüst. A Zakaratlanul elektromos cigaretta gőzzel való találkozás során nem keveredik össze olyan karcinogénokkal a szerencsétlen kívülálló, mint a dohányfüst esetében. Azt mondja, hogy negyedik kulcsüzenete az elektromos cigaretta gőzében lényegesen Kevesebb olyan mérgező anyag található, mint a hagyományos dohánytermékek füstjében. Ettől függetlenül néhány karcinogén tekintetében nem kielégítő a, a rendelkezésre álló kutatások száma. Ezzel kapcsolatban javasolják, hogy célzatosan ezeket is vizsgálják meg mások. Ezt találták a kanadaiak, úgyhogy a britek után most már valami mozgolódik Kanadában is, és ugye ez egy állami intézmény által finanszírozott összefoglaló jelentés. Nem csak egy ilyen unatkoztunk és csináltunk valamit, úgyhogy remélhetőleg a kanadai szabályozásban szerepet fog kapni ez a jószág. Karaj. Ó, jaj, és nektek elfelejtettem elmondani. Basszus, rácok. Az elején kellett volna fölvezetnem. Lett egy hatalmas ötletem 2017-re. Untassalak vele benneteket, vagy megbeszéljük adáson kívül és majd jövő héten. Beszéljük meg adáson kívül, és spoilerezzél most, hogy jövő Jó. héten is legyen fasz a téma. Jó, a remek díványos cikk kapcsán, ami ugye most a héten keringett, és nagyjából egyetlen olyan állítás nincsen benne, aminek a leírása ne lenne súlyos újságírói etikai védség abban a formában, ahogy az leírásra került. Nagyon fölment bennem a pumpa, de ez most kivételesen nem csak idegbajt, hanem, hanem egy ötletet is szült. Legyen 2017 éve, hogy tisztába rakjuk a magyar sajtót és akkor legyen ez a spoilerezés és megvan a terv, jövő héten kifejtjük, addig meg átbeszéljük a dolgokat majd. Jó. Fiúk, van valami... Zsír! Még amit át kell beszélnünk mindenképpen, mert akkor jövő hétre tolhatnánk a témákat, Úgy is lesz jövő héten még cigi téma is szerintem, a pont a, a vizsgálat miatt, meg addig is vannak ugye rendszeres tartalmak, aztán... Jó. Aztán szerintem toljuk a bicajt, mert most jó sok feladat van mindenkinek. Vagy nekem, bocsánat, nektek, nem tudom. Krisztiánnak is az lenne, ugye? Ugye? nem a megeg... is van átételesen. Mondom, amikor azt gondolnátok már már... Mi van, Charlie? Menni kell dohányozni? Nem, Ugy, az pont... Tördeli, az nem... tördeli a kezét, már szaladna. Nem, igazából a videót szeretném vágni, hogy az utolsó simítások... A felétek így hívják Hát, a Kiugrasz velem vágni pár szál videót? Persze. <gül> <gül> Istenem, mekkora a szája már most, hogy izél elektromos cigarettázik. Figyelj, én most már másfél hónapja túl vagyok az én káváriámon a kutatással kapcsolatban, és pont a napokban fedeztem föl azt az élményt, és retteltesen megörültem neki, hogy már nem lesz hány ingerem, hogyha embereket látom, amint éppen rágyújtanak és ez annyira megnyugtató új fejlemény volt, hogy ó, ennek is vége. És amit mondtam, hogy megy el az, az ízdelésem. Asztom a Kesudiót, és nem érzem az ízét. Csak valami van a fogam alatt. Fantasztikus. A narancsot még érzem, mert azért az durván. Durván. Az savas az azért odaüt. részemről. Hát ennyi. így. Jó van, fiú. Akkor toljuk el a biciklit a mínuszokba. Vagy sétáljunk el a naplementébe, hogy ilyen költői képe zavarja össze minden hallgatót. találkozunk. Vagy ezek így. Ja. Találkozunk jövő héten, addig pedig örülök, hogy itt voltatok. Sziasztok. Egy élmény volt. Sziasztok. Közi sziasztok.